1971-ben születtem, Pincehelyen. A gyerekkorom első felét azt Magyarkeszin töltöttem, hisz édesanyám és édesanyám családja magyarkeszi. Édesapám pedig Tamási mellett Kecskepusztán született, később aztán Fürgeden és Székesfehérváron élt. Szóval 7,5 éves koromig Magyarkeszin éltem, ott jártam az általános iskola első osztályát ki, és utána átköltöztünk szüleimmel Tamásiba, és 1978-tól tamási lakos lettem. Ide jártam általános iskolába, második osztálytól, aztán ide jártam Bíri Balogh Ádám gimnáziumba, és ezt követően behívta a katonának, majd következtek a főiskolás évek. Hogyha így néhány mondatban gyorsan fel kell vezetnem a 18 éves korom előtti időszakot, azt elmondom, nagyon szerettem Magyarkeszit is, hisz azért onnan már, ott már nagyon sok emlékem van kisgyerekkoromból, máig szívem egyik csücske, és Tamásit is máig is imádom, holott kimaradt itt, majd erről később beszélünk, 20 év az életemben, amit legőben töltöttem. Én nagyon élveztem a gyerekkoromat, Vásártéri, Tamási belül Vásártéri gyerek vagyok, ez a város vége. Nagyon sokat játszottunk, elsősorban fociztunk a utcabeli, környékbeli srácokkal, meg katonást játszottunk, meg hadakoztunk, amit a féle fiú gyerekek a 70-es, 80-as években, és volt egy saját focipályánk is. Az utcával szemben lévő rész az még beépítetlen terület volt, és itt kihasítottunk egy részt abból a területből, és ott volt egy grundunk gyakorlatilag. Édesapám csinált fából kapukat, és hát szinte mindig ott fociztunk, meg hát a suliba is. A sport azért meghatározó szerepet játszotta az életemben később is, és ma is nagyon, nagyon szeretem, bár most már inkább csak tévén nézem sajnos. Meghatározó időszak volt a Bíri Balogh Ádám gimnázium, amely egy kiváló útra valót adott életem további részére. Egy fantasztikus, jó közösségi osztálynak lehettem a része 4 éven keresztül, 1985 és 89 között. Nagyon sok barátom, sőt azt hiszem, hogy legtöbb barátom az a gimnáziumi időszakból datálódik, akikkel máig is tartom a kapcsolatot. Tehát óriási indítatás volt a gimnázium, én máig szívesen gondolok vissza erre az időszakra. Aztán nem voltam túl jó tanuló, azért nagyon rossz sem, és imádtam a történelmet meg a földrajzot, úgyhogy nem is gondoltam másra, mint hogy én ebben az irányban fogok tovább tanulni, és felvételiztem az ELTE tanárképző főiskolai karára, ahova felvettek, és egy év katonaság után, már akkor még ugye volt kötelező katonaság, előfelvételisként Budapesten és Nagytarcsán katonáskodtam, és utána kezdtem a főiskolás éveket Budapesten. Hát ez az időszak is mondhatom, hogy meghatározó volt életemben, hisz ott is egy kiváló közösségbe kerültem. Nagyszerű tanáraim voltak, mind a történelem, mind a földrajz területén, tehát egy olyan műveltséget, olyan hátteret kaptam, ami szintén máig meghatározó. És a főiskola elvégzése után gondolkodtam azon, hogy Budapesten maradok, de én igazából mindig egy ilyen vidéki gyerek voltam, és én imádom a vidéket, és különösen Tamásit és környékét, ezt a dimbes, dombos, csodaszép tájat. Tehát igazából komolyan nem is gondoltam azt, hogy én Budapesten maradok, hanem hazajövök. És haza is jöttem, állást kerestem, megkerestem az összes Tamási iskolát, hogy történelem-földrajz szak, ami egy viszonylag ritka párosítás, azért van-e valahol álláshely, sehol nem volt. És aztán megtudtam, hogy Regőjbe, a szomszéd településen, történelem-földrajz szakos tanárt kerestek éppen, hogy csak. És át is mentem gyorsan Regőjbe, és ott a igazgató, később igazgatóm, főnököm, első főnököm jött velem szemben, szonták György, aki azonnal állást ajánlott. Így aztán 1994. szeptemberében Regőben kezdtem, Regőiskolában kezdtem történelmet és földrajzot. 3 év tanítás után egy váratlan dolog történt.
az akkori igazgató váratlanul nyugdíjba ment. És megüresedett az iskola igazgatói poszt, és valahogy úgy alakultak az akkori viszonyok, hogy 3 év gyakorlat után rám esett a választás. Az akkori polgármesternek, Szonták Gyuri bácsi beajánlott engem, és ragaszkodott ahhoz, hogy a képviselőtestület engem bízzon meg egyelőre, egy évre, aztán utána majd pályázat útján nyertem ezt a pozíciót. Hát óriási feladat volt, nagyon fiatalon mondhatom, nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, nulla vezetői tapasztalattal, de hát valahol el kell kezdeni, 2006-ban jött egy olyan helyzet, hogy sokan megkerestek a településről, a faluból, a regőből, hogy vállaljam, indulj a polgármesternek. Aztán nagy nehezen ráálltam. Akkor már ott a faluban azért nem csak az iskolában dolgoztam, hanem bekapcsolódtam a közösségi életbe. A Regői Lovas Egyesületet alapítottuk újjá, polgárőrséget, Regőért Egyesület civil szervezet alakult és működik máig. Tehát ott a fiatalokkal, a középkorosztállyal egy nagyon, nagyon élénk társadalmi közösségi élet bontakozott ki, aminek a részese lehettem én már, mióta oda költöztem 98-99-től. És ez adott alapot arra, hogy kipróbáljam magam egy másik területen, és a 2006-os önkormányzati választásokat megnyertem, így 2006-tól 2012 végéig regőpolgármestereként dolgozhattam, ami teljesen más feladat volt, mint iskolát vezetni, vagy akár tanítani. Egy nagyon jó bázisom volt, egy jó képviselőtestület, tehát választott a falu, és ahogy mondtam, remek civil közösség állt mögöttem. Tehát sok minden sikerült elindítani, programokat, rendezvényeket, és ez egy nagyon pozitív, nagyon intenzív korszak volt az életemben. Azért egy kis település polgármesterének egy picit más lenni, ezt ugye most már tudom, de akkor is sejtettem nyilván, mint egy nagyobb településé. Tehát itt sok mindent a polgármester saját maga közvetlenül csinál. 2013-ban úgy alakult, hogy ismét jött egy felkérés és egy megkeresés, méghozzá az, hogy induljak el Tamási város polgármesterének, tehát az önkormányzati választásokon, méressem meg magam. Itt szintén Hirt Ferenc néhai országgyűlési képviselőt említem meg, aki megkeresett, és az akkori csapat, akit ekkor már jól ismertem, hisz a 2013-14-ben, itt a járási hivatalos korszakomban azért próbáltam visszailleszkedni a tamási közegbe, úgyhogy most már jó sok embert újra megismertem, mert hát a régi ismeretségi körül meg is volt. Egy picit azért így utólag merész vállalkozás volt, mert ahogy itt a beszélgetés elején te is regőinek tituláltál, én valójában magyar kezdet Tamási vagyok, tehát életem egy jelentős részét fiatal koromban Tamásiba töltöttem, tehát én igazából visszaszárbaztam Tamásiba, csak sokan nem tudták az itt élők közül. Nagyon szerencsés vagyok az életemben, mert mindig olyan emberek álltak mellettem, mögöttem, a családban is és a munkahelyemen is, akik mindig tudtak támogatni, segíteni. Ez így volt és így van most is, hisz korábban szüleim, most pedig párom az, aki óriási támogatást ad nekem a háttérbe, és nélkülük ez nem tudna ilyen sikeresen működni. És hát itt a polgármester hivatalban, itt a Városházán is kiváló munkatársaim vannak, vagy akár az intézményeknél, városi cégeknél. Tehát ha vannak is nehézségek, mert mindig vannak, és nem is lehet minden napot megnyerni, vagy minden ügyet mindig, de mindig egy optimista gondolkodású, egy pozitív életszemléletű ember voltam, és most már maradok is, aki talán mindenben a jót keresi. Ez lehet, hogy nem mindig jó, de én ezt az életszemléletet még édesanyámtól tanultam, és én ezt vallom, ebben hiszek most is. Szeretném azt, hogy az a munka, amit elkezdtünk, és itt nem csak magamra gondolok, és a mostani városvezetésre, hanem az elődeimre is, az tovább tudna épülni. Én nagyon fontosnak tartanám
nagyon fontosnak tartom, hogy a fürdőt rendbe tegyük, a fürdőt bővítsük, fejlesszük, és Tamási mondjuk a Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb gyógyvízzel rendelkező fürdővárosa legyen, megfelelő szálláshelyekkel, akár gyógyászati szolgáltatásokkal, hiszen ez egy óriási adottság, hisz nem feledkezzük el arról, hogy Tamási fürdőváros, tehát ebben én óriási lehetőséget látok, és egy 10 éves táblázatban szeretném, hogyha ez megvalósulna. És szeretek beszélgetni az emberekkel, mert igazából úgy kapok vissza hiteles információt arról, hogy mi is történik a városban. Tehát egy városvezetőnek nem szabad elbújni, egy városvezetőnek ott kell lenni az emberek között. Ez kötelessége, de nekem ez nem esik nehezemre, hisz én ilyen alapbeállítású, ilyen típusú ember vagyok. Azt tartom fontosnak, vagy a legfontosabbnak, hogy ez a gyönyörű szép kis város itt a Koppány mentén, ezen a nagyon szép dimbendobos vidéken. Ez minél több Tamásinak az igazi otthon legyen. Ne csak élhető, hanem egy élő város legyen. Mert ha ezt minél többen otthonunknak érezzük, akkor kialakul egy olyan erős kötődés, ami arra inspirálja az embereket, hogy tegyenek a városukért.